Nagyon örülök, hogy végre túl vagyunk ezen a mai napon. Kevés dolgot szeretek kevésbé a versenyekben, mint a prologot, mert itt csak tényleg veszteni lehet. Nekünk nagyjából mindegy, hogy honnan rajtolunk, egy picivel jobb lett volna előrébb, de mire felértünk a pályára, annyira ki volt járva, annyi jármű ment el előttünk, hogy igazából nem nagyon volt esélyünk sokkal gyorsabban menni, csak nagyobb a kockázatvállalás árán tudtunk volna jobban sietni. Még hátra van 7646200 km, úgyhogy nem gondolnám, hogy itt bármi ezen múlott, és örülök, hogy letudtuk, és pihenünk egy jót. Holnap 277 km, ez már talán fogja mutatni, hogy hol a helyünk a mezőnyben, de hát azért még a navigációs kérdések is előtérbe kerültek, mert én életemben nem láttam még ezt a rendszert, amivel most menni kell, de az első 100 km-t, hogy letudtuk.